nem ismerem fel őket. Sunyi. Aki van, azt szeretem, a Bácskai urat. Úgy tűnik, már csak egyetlen budapesti kerületben nem dőlt el, hogy ki legyen az összellenzéki polgármester jelölt ősszel, mégpedig Ferencvárosban. Itt indulna ugyanis a Momentumos Jancsó Andrea, például az MSZP és a Jobbik támogatásával, illetve a Független Baranyi Krisztina, aki mögött pedig az LMP, illetve a Kétfarkú Kutyapárt áll. A jelöltek hamarosan előválasztást tartanának, hogy eldöntsék, ki legyen az induló, ezért az azonnali eljött a kerületbe, hogy megkérdezzük az itt lakókat, felismerik-e egyáltalán a polgármester jelölteket. Én jelenleg nem. Nem. Nem? Nem. Hát ő ismerős, hogy ismerem, vagy sem, azt nem tudom. És melyikük a szimpatikusabb? Mondjuk ezt így nehéz megállapítani, mert ő ugyanúgy lehet szimpatikus, és nem akarom megbántani egyiket se. De akkor talán ő. Nem foglalkozom politikával. De akkor ismerősek? Persze. Én nem tudom, hogy kik ezek. Hát gondolom, valami képviselők lehetnek, ugye? És melyikük a szimpatikusabb ránézésre? Hát végül is talán ő. Ez a hölgy azt hiszem pedig valahol itt lakott, vagy lakik. Ő. Baranyi Krisztina. Igen. Ő mintha ismerősebb lenne. Ez a képviselő hölgy. Nem tudom, hogy hívják. Igen, mind a kettőt felismerem. És melyiküket kedveli jobban? Egyiket se. Aki van, azt szeretem. A Bácskai urat. Nem ismerem egyiket se. És ránézésre melyikük a szimpatikusabb? Én szerintem ez. Miért? Nagyon kedves kis arca van. Egyik se ismerős? És melyik a szimpatikusabb így ránézésre? Ez. Miért? Mint olyan rövid a haja. Nem ismerem fel őket. Ben ellenzéki politikusok, és szeretnének polgármester jelöltek lenni, így ránézésre melyik a szimpatikusabb? Foggalmas vagyok, és ez szimpatikus. Akkor lehet mondani, hogy nem követi a kerületi politikai életet? Nem, sajnos nem. Azért szavazni elmegy majd ősszel? Persze, mindenképpen. Mindkettő szimpatikus, mosolyognak. Akkor nem követi élénken a helyi politikai életet? Nem különösebben. Őt láttam, de nem tudom, hogy ki. És melyikük a szimpatikusabb? Ő. És miért? Ez Sunyi. Hát így nem igazán ismerem föl, megmondom őszintén őket. Így semmi. Talán, nem tudom, politikusok. Melyikük a szimpatikusabb ránézésre? Hát nem tudom, talán ő. És miért? Nem tudom, most valahogy így szimpatikusabbnak tűnik, csak így szimplán. Mit tud Bácskai úr? Mi a titka, hogy miért? Jól vezeti a kerületet? Mi a titka? Hát nézzen körül a 9. kerületbe. Minden fejlődik, beruházások jönnek. És a parkolási ügyről mit gondol, ugye itt ezen van a potrány? Én megmondom, nem sokat tudok róla, úgyhogy én annyit tudok, hogy mint 9. kerületi lakos, be kellett fizetni, a 9. kerület a Ferenc körül kivétel, mindenütt tudok parkolni, hát nem ingyen, mert előre kifizettem. De nem tudok a parkolási ügyről. Elégedett vagyok. Mit csinálnak jól? Hát szerintem mindent jól csinálnak, amit csinálnak. Akkor nem lesz szükség polgármester váltásra ezek szerint? Részemről nem. Igazából, amit így hallottam egy-két dolgot, hogy mostanában mi történt, azzal annyira nem értek egyet, de nem vagyok benne mindenben. Tehát lehet, hogy csak a negatív dolgokat hallom esetleg, ami történik. Így nem tudok ítélkezni. Megmondom őszintén, hogy nem olyan régen költöztem ide, úgyhogy így nem igazán vagyok még ebben még tájékozott, úgyhogy... És akkor a Bácskai János jó polgármester, vagy érdemes lenne leváltani? Hát... Nem, szerintem nincs vele probléma, azért a kerületéről is sokat tett. Sok épületet rendbe hoztak, meg tereket a gyerekeknek. Hát, hogy ők milyenek lesznek, az a jövő titok.